Nem ott van érdekes előnyese. Na, a kis aranyos keresgeti a gazda állatát. Valószínűleg hiperparazita, ami már az egyszer lerakott tojásokba fog élősködni, esetleg egy másik parazitának. A igen, igen, a lárvájába. Ez valószínűleg a hiperparazitizmus lesz. Jó sok kis apró kis fürkészfajta elfoglalja ezt a kis rovarhotelt. Nagyon hasznosak, nagyon bájosak, ezt könnyen készítheti bárki, és igen, igen, nagyon nagy haszna lesz, mivel a fürkészdarazsak számos kora növény károsító rovar, kabócákat, ormányosokat, és hajjaj, nagyon sokféle kis apró rovarpók és egyéb fajoknak a parazitái. Csodálatos az, hogy ide elhelyezi ebbe a kis üregbe a fürkészdarázs a megbénított lárvát, hernyót, pókot, kabócát, ormányost, ugye beparazitálva, és annak a testét fogja felélni majd a leendő növekvény, a picikék, a kis tojásokból kikelő apró lárvák. És olykor bizony előfordul az is, hogy ennek a parazitának a parazitája jelenik meg, és az majd ebben, ezeknek a kis apró egyedeibe folytatja ezt a munkát. Ezért mondják hiperparazitizmus. Igen, már itt is van. Már be is bújt, olyan gyorsan bebújik, és nagyon sokféle elfogadja. Sokféle apró kis fürkész darásfajta. A fali bundás még is szívesen előszeretette, befalazza ezeket a kis odukat. Aztán majd a kifejlődő egyedek onnan szépen kibújnak. Hát csodálatos természet, itt is van éppen egy kis apró fürkészdarár egyed, keresgéli a maga kis kajáját. Így működik a csodálatos természet, csodálatos. Hiába.